A németek már megint megváltoztak, de nem úgy, ahogy szeretnéd. Ugye a németek megváltoztak, ezúttal a világ megváltó ideológia helyett csak nemet váltanak. Jogilag, ugye mostantól egyszerű, tehát figyeld. A németek elfogadtak egy új törvényt, aminek köszönhetően pusztán egy nyilatkozat szükséges a jogi nem és névváltoztatáshoz. Felnőttek esetében Barabás Richard felkészül. A gyerekeknek persze ez nem érvényes, a gyerekekre ez nem vonatkozik, ugyanis a kiskorúak esetében, 14 és 18 között, szülői beleegyezés kell, viszont a jó... De milyen jó, hogy lehet, nem? A jó hír az, hogy a németek legalább újra feljelenthetik a szüleiket, a német gyerekek, mert képzeld el, hogyha a szülő nem adja a beleegyezését, családügyi bíróságon lehet támadni a szülő nem beleegyezését, és a bíró felülírhatja azt, hogy a szülő azt mondta, hogy nem változtathatsz jogilag nemet. 14 és 18 között. Jó. Szóval ugye az változott, hogy nemet meg nevet változtatni eddig is lehetett, csak kellett hozzá szakorvosi. Igen, vélemény, illetve kellett még nem megerősítő műtét is, vagy... Igen, tehát, hogy... nem megerősítő, de megerősítő. Nem, ez olyan, hogy ugye ezt most átkeretezték, ez most nem átoperálás, hanem nemi megerősítő műtét. Abszolút, én már ezt használtam, igen. Megerősíti, a külsőleg megerősíti azt, amit te belül érzed, hogyha nem kell kívülről nőnek kinézni ahhoz, hogy nő vagy férfi legyél, akkor miért kell a műtét? Nem is értem, mindegy. És ugye az van, hogy várjál, itt írja, hogy annyit ír, hogy eddig kellett két szakorvosi javaslat, és ez milyen szörnyű volt a transznemű közösségnek, az orvos képzeld el, meg akarta vizsgálni őket, hogy felállítson egy diagnózist. Hogy biztos legyen abban, hogy nem fogja magát meggondolni pár év múlva esetleg, hiszen... Vagy öngyilkosságot elkövetni emiatt. Ezek már a tovább gyűrűzése a dolognak, vagy egyébként persze abszolút, hát... Berreg, és pont egy Magyar Péter üzenet. Nem üzenet, ki nem mondom a nevét, ez most nem szabad. Most, hogy anélkül, hogy nagyon mélyen belemennénk, de hogy általában mindig kiderül, hogy a transzneműeknél van valamilyen komolyabb gyermekkori trauma, valamilyen családom belüli... Valami elfojtott, aminek... Olyan, igen, tehát hogy vannak mélyebben gyökeredző problémáik, amiket ők végül is oda vetítenek ki, hogy nincsenek saját magukkal megelégedve, és akár ez erre futhat ki, hogy úgy érzik, hogy rossz testben élnek. Most ezt nagyon-nagyon-nagyon leegyszerűsítem, de nagyon sokat foglalkoztunk már ezzel a témával, tényleg nem véletlenül, mert tehát, hogy most, hogyha arról beszélnénk, hogy ez egy A probléma, akkor nem lenne jelen egy európai országnak a jogalkotásában. Már ez a harmadik vagy második európai ország, azt tegyük hozzá. Így van, igen. Illetve most nem tudom, hogy ki látta így a híreket, de hogy az új Batmannek, vagy nem tudom, hogy az új Batman, mindegy, a Ben Afflecknek a lánya is most coming out-olt, hogy ő mostantól fiú, és akkor így, tehát, hogy ezt látjuk, és te amúgy ezt észrevetted, hogy a celebeknél meglepően sok ilyen van? Igen. Nem, ugye hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy meglepően sok van azért, mert sokszor, mert ugye a celebekről sokat látjuk, de lehet, hogy csak mit olyan a celebeknek a 0,3%-a. Jó, ez igaz. De mivel ezekről folyamatosan, ugye olyan híreket nem láttunk, hogy mondjál már egy celebet, Gerard Butler lánya nem transznemű. Tehát ilyet nem látunk. Ez igaz. Hanem olyat látunk, hogy igen, az, de amúgy volt egy időszak, amikor csak simán melegek voltak, vagy biszexek. Abszolút, de az már uncsi. Azelőtt mi volt? Mert azelőtt vegánok lettek. Ezt tudod, honnan tudod valakiről, hogy vegán? Ja, abszolút, ezt tudom. Hogy mondja. Na, és most meg ugye a transzneműség. Viszont én szeretném itt leszögezni, még mielőtt tovább mennénk. Jaj, nem, engem megint be fog támadni a transznemű közösség. Egyszer már volt ilyen, hogy kaptam Instagramon üzeneteket, hogy én nem vagyok transznemű, de szarul nézek ki. Ilyeneket toltak, és így köszönöm szépen. Pici lelkedet biztos. De van, amúgy van egy ilyen, hogy magyar transznemű, nem tudom micsoda, és... Szitexeket betámadták amúgy. Egyébként. De azért, mert én transzneműség tagadó vagyok. Na most akkor már biztos letilt a YouTube, de én azt gondolom, hogy túlzottan, könnyelműen bánunk ezzel a szóval. Létezik szerintem a jelenség, de szerintem nagyon sok olyan ember van, aki egyébként alapvetően nem transznemű, hanem valamilyen lelki problémája van, és erre
azt hiszi, hogy ez lesz majd a megoldás. Mert ezt kínálják megoldásként. És ezt kínálják, igen, hiszen egyébként az LMBTQ közösség egy nagyon befogadó közösség, akik nagyon szeretik beszippantani és... Befogadni. Igen, de egyébként... pont erre való, a Q erre van. Igen, ami valahol ez... Nyilván mindenki szeret egy közösséghez tartozni, és elég könnyen befogadják az olyan embereket, akik még az identitásukban bizonytalanok, és akkor erre erősítenek rá, és ez, meg hogy ilyen könnyűvé teszik magát a nem vált, ez egy nagyon durva dolog. És az, hogy ugye évente csak egyszer lehet ezt megcsinálni. Vagy már picsába, mi az? Ezt évente csak egyszer lehet megcsinálni. Ami ilyen szempontból megválaszolja azt a kérdést, hogy mi van, hogyha meggondolom magam. Kérdezem, hogy én Pista és Julcsi között váltogatsz, hogy nem is mindegy, hagyjuk viszont. De nem, ne hagyjuk, mert tényleg ez egy tök jogos, amit mondasz. Van-e magyar, tehát még csak nem is elrugaszkodott a valóságtól, a film Tobi színei. Ja, igen, Tobinak a színei. HBO-n elérhető, mi a családdal már megnéztük, és én hallottam róla a beszélgetéseiket, megnéztem a filmet is, és ott például pont erről szól, hogy a kislánynak született, úgy érezte, hogy ő fiú, átesett, ugye akkor még lehetséges volt, tehát tehát jogilag is nevet változtatott, tehát ő meg nemet, tehát hogy neme és a neve is megváltozott, és férfi lett, tehát ez is úgy lett Tobi, a kis Jázminból Tobi lett, és mindegy, a lényeg az, hogy ez még 18 év alatt volt talán, vagy éppen, hogy ilyen 18. születésnap, tehát valamilyen egyébként szürre, és ilyen Magyarországon megtörténhetett, de nem ez a lényeg, jó, megváltoztatta, és nem az van, hogy most Tobiként, boldog férfiként éli az életét, nem igaz, 2 évvel később coming out-olt másodjára, hogy ő mégsem férfi. És akkor ez a durva, hogy... Erről nem forgattak filmet? Igen. Hogy ez a durva, hogy 18 éves kor alatt ő rajta már hormonkezelést végeztek, már elindult. Igen, és utána, hiszen érik az ember, megváltozik a gondolkodása, egy csomó minden folyamat lezajlik benne, és rájött, hogy hibát követett el. Igen, és akkor erre mondják, hogy igen, de ez egy kiragadott példa, meg és mi van. De ez nem igaz. De hát most elég megnézni azt, hogy akármit egyszerűen, nekem a kedvenc, nem is tudom, vitám volt ez, amikor azt hiszem Shapiro csinálta azt, hogy azt miért nem fogadsz el engem, azt mondja, ha te nem fogadod el magadat, én hogy fogadjalak el? És ez tök jogos, viszont én most átviszem ezt komolyba, és ezt fel kell olvasnom, mert ez egy kötelező nyilatkozat, amit egyedül én írtam, senki nem kényszerített rá. Szeretném többszörösen aláhúzva leszögezni és kijelenteni, hogy hozzánk ez úgysem jut el. Soha. Az USA-ból átúszott Európa nyugati részére, de az úszásban annyira elfáradt, hogy ide Magyarországra már nem tudott elérni. Ha esetleg valamilyen úton módon erőre kap, biztosak lehetünk benne, hogy Magyarországot így kikerüli majd ez a lobby, ahogyan minden más is kikerült egészen a jazz óta, ami nyugatról jött. Köszönöm. Szép volt. Ja, és várjál, hogyha valaki a német törvény szerint, ugye a németeknél előjön ez a feljelentgetés, mert azért előjön belőlük a csukaszürke egyenruhát, most lehet rózsaszínre váltják, de azért ott van belőle, ott lobog a szívükben, előjön az, hogy ha valaki nyilvánosságra hozza egy nem változtatott ember korábbi nemét, ilyen ártó szándékkal, 10 000 eurós bírságra Jézus. Is számíthat. De ez például akkor is, hogyha mondjuk te randizol egy sráccal, vagy egy lány, vagy egy lányjal, és én tudom, hogy ő srác volt, és elmondom neked, mert ártó szándéka, mert nem akarom, hogy nem tudom, homályba él, akkor engem is megbüntethetnek? Hát ha feljelent, akkor igen, de ha ilyet tennék, kérlek, rángass el onnan. Ugye, amúgy hihetetlen, mikről beszélünk, szóval, hogy ez egy valós kérdéskör, mert többször is láttam már erről akár cikket, vagy TikTokon olvasom. hogy például egy transzlánynak, aki ugye most lányként él, de egyébként alapvetően fiú volt, el kell mondani az első randin, hogy ő férfiként született. És érted, és hogyha te elmész egy randira, és te jó hiszeműen mész oda, hiszen miért feltételeznéd, hogy akivel találkozol, az férfi volt amúgy korábban, akkor érted, most nem? Tehát, jó, ahogy én elnézem ennek a közösségnek a jelentős részét, akik a Rivalda fényben vannak, vagy az amerikai közoktatásban vesznek részt tanárként és tanársegédként, én nagy összeget tennék rá, hogy első ránézésre meg tudod mondani. Van egy ilyen aranyszabály, hogy
Az Ádám csutka kb. Akkora, mint a farka. És akkor ebből úgy tudsz következtetni, hogy mi volt. Vannak Magyarországon is híres transzneműek, egyébként meglepően sok. Hamza, Alex, igen, meg igen. Tudod, ki Norina volt? Diamond. Na, ő hírhet. Nekem a kedvencem, tudod, ki volt? Gaga Star Milan. Igen, Jézus. Laura Berkes, te, hogy is mondta ez a Maria, te dromadár. Oké, okay, de hogy ezekről levágod, és... Hát Gaga Starról simán. Tehát most az van, hogy elmész vele randizni, és... Jó, tehát azt úgy megismered. De hogy alapvetően egyébként szerintem ez is egy ilyen etikai kérdés, hogy ezt el kell? Tehát, hogy akárhány transz alájjal, szövetségessel beszélgettem eddig, és ezt most a nyugaton, tehát én nyugatról beszélek, ahol ez ugye virágzik, mindegyikőjük azt mondta, hogy hát jó, de ő azért szeretné tudni, hogy a partnere az volt el. Tehát azért tökre támogatjuk az LMBTQ-t, meg a transzneműséget, de azért tudjam, hogy mi volt. És várj, mondom, miért akarod tudni? Mert akkor nem. Hát csak tudjam, de miért akkor visszautasítod? Hát és akkor nem mondja ki, hogy visszautasítja, csak hápog. Úgyhogy itt ez a fajta kettőség, ez pont olyan, hogy hülye példa, de ez mint az ukrán háború. Hát igen, küldjünk fegyvereket, ők háborúznak, mi nem megyünk, de ők háborúznak. Hagyjuk már. Meg az, hogy valóban egyébként, és ez egy tök nagy probléma, hogy a transzneműek körében a legmagasabb az öngyilkossági ráta. Tehát, hogy ez valóban így van. De hogy nem megerősítésen átesett transzneműek körében is ugyanolyan magas. Az a baj, hogy ezt vizsgálják, képzeld, ezt vizsgálják, megnézték, és van egy ilyen egy éves utánkövetés a műtét után, vagy fél éves, viszont az azt követő időszakot már nem vizsgálják. És ugye ha az egy évben még újdonság, fél évig ugye tök boldog vagy, nyilatkozik, igen, jól érzel, de a következő 5 évet nem vizsgálják ilyenkor soha. Úgyhogy ez... De érted, tehát, hogy de alapvetően... Pont ezt mondom, mert akkor történnek a problémák. Így van, tehát, hogy az, amikor rájössz arra, hogy valójában nem ez, nem biztos, hogy ez volt a fő gond, hogy... És akkor most érted, nőként ott vagy, hogy nem tudom, hogy nőből férfi leszel, akkor széttrancsíroznak, nem tudom, tehát amúgy borzasztó, meg hormonokat kell szedni, meg a férfiként, meg nem tudom, kiherélnek, szóval hogy ez ugye alapvetően ezek olyan durva beavatkozások, hogyha még utána be is látod, hogy jó, ez most nem jött be nekem, hát nem tudod visszacsinálni. Nem, azt már vissza nem varod. Tehát hát azt igen, nem. Igen, nem tudod visszacsinálni, és ezért még, hogyha én azt mondom, hogy 18 év felett az ember csinálja azt a testével, amit akar, engem aztán nem zavar, de az, amikor tényleg a gyerekekre akar... Ez a hormonkezelés. A hormonkezelés. De ez ennek a kislánynak, azt hiszem, akiről ez a Tobi Színei szól, én úgy emlékszem, aztán lehet, hogy cáfoljatok meg, hogyha nem így vagy, de én úgy emlékszem, hogy még 18 éves kora előtt már már hormonokat szedett, és azt hiszem, hogy a mell eltávolítása is már történt, hogy valami, tehát, hogy már abba is belementek, és így szerintem ez brutális, mert mi van, hogyha tényleg az ember, érted, hány olyat ismerünk, hogy akik ilyen a mi gyerekkorunkban, nem tudom, ilyen emósok voltak, érted? És akkor ez okay, jó, hát szarul néztél ki, meg nem tudom, a hajad az olyan volt, amilyen, de hogy az utána azt vissza tudod változtatni. Jó, volt is hülye korszakom, de abból van visszaút, és ezek meg annyira drasztikusak, hogy ebben nem biztos. Az emóból nincs visszaút. Abból nincs. De onnan már egyenes út vezet a MyVip profil képekhez, és a híd alatt pózoláshoz. Nevetsz, pedig volt MyVip-et, fogadjunk. Viszont mindenkinek volt. Mindenkinek volt a cigány IVIP. IVIP-em is volt, ez is de jó volt amúgy. Igen, most. Nekem ez hiányzik is. Na jó, igen. Jó, mindegy, nem csak annyi, hogy igen, ugye abból van azért, az ember ugye változik, de amikor azt mondod, hogy akkor ez az egész melleltávolítás. Azon gondolkodom, hogy 18... Gondoltam, hogy ez fogott meg, igen. Hát most számomra ez egy fájó pont, amikor egy nő eltávolítja az egyik azon testrészeit, ami, hogy mondjam, férfi szemnek igazán kedves, és akkor arra gondolunk, hogy ez már kész, ez már vissza, és nézd meg, most már így kell mondanom, hogy Elliot Page, aki mindig is férfi volt azóta, hogy átműtette magát, azóta ránézel, és csak úgy süt róla a boldogság, nem tudom. Persze. Úgyhogy szerintem egy nagyon helyes színésznő volt. Most soha jelenleg... nem volt színésznő, férfi testben volt, női színész. Ja, fordítva. Az, és Hunter Schafer. Ja, azt mondja, csávó, ugye, és ő, nem, tehát, hogy ő már megint, ugye, már, egy olyan nő, példa. Most már nő. De levágták már neki? Nem tudom, nem Na, néztem ez az, meg, én mert nem hogy nézek az, oda. Hogy az Eufóriában is ott mutatják, hogy
női testben van, van cicje, az meg van csináltatva, hosszú a haja, ki van sminkelve, abszolút nőnek néz ki, de hát... Gyönyörű színésznőnek, ahogy az korábban egyes sajtóorganumok megírták. De hát a pöcse az megvan még, érted? És akkor azt mondja, hogy elegem van abból, hogy mindig transzneműt kell játszanom a filmvásznon. Nő akar lenni. De amúgy, figyelj. Igen, folyam. A Telex azzal hozta le ezt a cikket, hogy Hunter Schafernek elege van abból, hogy transzneműt játszik. Ugye tudják, hogy mire van a kattintás, mert tudják, hogy az a trigger, hogy akkor mi meggondolta magát, nem nő akar lenni most már. Ja, oké. Okay. De ugye ez az egész definíció, akkor mi a nő, és akkor ezen tökre triggerelődnek. Azt mondta, aztán a legfelsőbb bíróságon mondta Amerikában, hogy hát nem tudom, hogy mi a nő, nem vagyok én biológus. De szóval az egész, na, hogy mélyebbre menjünk. Csak hogy egy gondolatban, hogy ez tényleg, ez sokkal fontosabb téma, mint az, hogy mi van Magyar Péterrel. Mert hogy alapvetően ez tényleg a kultúránkat érinti. Ez hosszú távon fog nagyon komoly sebeket ejteni, szerintem. Magyar Péter is. Tehát, hogy egyszerűen ez tényleg nagyon, nagyon durván átalakítja azt, hogy mi a hozzáállásunk, meg a gondolatunk arról, hogy kik vagyunk mi, hogyan definiáljuk a nőket, a férfiakat, a családot. Ez most alapszik, tehát hogy a következő, nem tudom, évszázadra a gondolkodásunk, annak most jönnek az alapjai, és ha azt nem akarjuk, hogy a mi gyerekeink úgy nőjenek fel, hogy azt gondolják, hogy ez tök normális, meg ez tök oké, meg hogy ja, hát ez mindig így kellett volna lennie. Hát ez hogy van, hogy több ezer évig nem ez volt a normalitás, most meg hirtelen teljes átalakuláson megyünk keresztül. Szerintem ez egy nagyon komoly téma. Persze, és mennyi idő alatt az elmúlt 10 év alatt történt? Így. És ugye azt mondjuk, hogy hát ez álpró. Persze, mondom, így kerülik ki Magyarországot, hogy nem, hagyjuk már. Amúgy most a kedvencem az, hogy egy sírokban ilyen, mi az, archeológusok, ilyen Rosgellerek kikutattak, nem ő paleontológus volt, bocsánat, kikutattak ilyen csontvázakat, és találtak egy női csontváz mellett férfi kardot, meg férfi ruhákat, és ebből ugye nem azt állapították meg, hogy a nők is harcba szálltak, hanem azt, hogy bizonyára transznemű volt. Ja. De mi más? Mi más? Úgyhogy amúgy van egy ilyen elmélet, hogyha egy lakatlan szigetre összezársz 100 nőt és 100 férfit, akkor... Igen, na, mi lesz a vége? Istenem, mi lesz ott? Attól függ, milyen nőt és milyen férfi, mindig. És a... Szerintem, hogyha egy lakatlan szigeten vannak, akkor mindegy, igen. Jó, mondjuk azok a Yu-Gi-Oh játékosok, azok nem biztos a cikket, amit küldtem, nem tudom, nézte, de amikor mindig hagyjuk. A lényeg az, hogy összezárod őket, akkor 50 év múlva egy ilyen prosperáló társadalmat találsz. Ha viszont összezársz 100 transznőt és 100 transznőt és 100 férfit, igen, akkor 50 év múlva 200 férfi csontvázat találsz. Tehát akkor ez kb. Így. És a vicces az egészben, hogy ahogy mondod, ez a kultúránk alapját fekteti le, és hogyha azt nézzük meg, hogy ezt az ideológiát hogyan nyomják, most nagyon nagyot fogok ugrani, de ezeket a hormonkészítményeket, ezeket egy átműtés után és életed végéig kell szedni, ami kinek jelen nagy hasznot, bizonyára nem a gyógyszerlobbinak, akik ezt előállítják. Abszolút, azért mondom, hogy ez egy nagyon sokrétű és sok érdekű probléma, és szerintem ez mindegy szörnyű. Nem lehet elszigetelt esetről beszélni úgy, hogy államilag jogi támogatást kap valamit. Tehát úgy nem lehet elszigetelt esetről beszélni, hogy a legmagasabb szerv az országodban a törvényhozás beáll mögé. Amúgy elmehetem most a németekkel, mi az Isten? Mi történik? Hát megint találtak egy őrült ideológiát, amit lehet követni, és aminek a nevében el lehet pusztítani Európát. De amúgy nagyon hiányzik nekik is a Merkel. Tehát, hogy azért az rendet, hogy nem voltak ilyenek. Hát de nem. Ne kényszeríts rá, hogy kimondjam. Ne kényszeríts rá, hogy kimondjam, hogy ki hiányzik a németeknek, na, igazából. A németek. Nem mondom ki. Mert akkor nem is... Na jó, nem is utalok rá. Jaj, nem merem megítélni, hogy mi lobog a németek néplelkében, mert még a végén azért tényleg letiltanak, hogy itt megint megszűnik egy csatorna. Na mindegy. Bár mindegy. Jó, menjünk tovább. Van még ebben valami? Nem, mehetünk. Abszolút mehetünk. Én csak háborgok. Jó, oké. De hogyha már a németek nem őrültek meg, csak máshogy látják a világot, és megint fura szimbólumokat viselnek. Kicsit kanyarodjunk haza, ugorjuk át a kötelező Magyar Péterezést. Nem azért kötelező, amiért hiszed, hanem azért, mert ide írtam. Igen. Ezt én írtam. Etetjük a trollokat, Tahó közlekedés. Én nekem ez egy veszőparipám, mert ugye aki Budapesten közlekedik, meg úgy általában Magyarországon, az tudja, hogy a budapesti közlekedés, ezt szusom, a budapesti közlekedés az egy picit,
hogy mondjam, kultúrájában lehetne még hová finomítani. De ez nem csak Budapestre igaz, hanem úgy általánosságban azt látom, hogy vidéken máshogy, de Budapesten meg kimondottan pronyon vezetnek. Te is szintén, mert te már régebb óta vezetsz itt, mint én. Neked milyen tapasztalatod? Ugye abszolút utálok. Én utálok a dugóban arra szólni. Tehát, hogyha van valami, ami szerintem abszolút időpocsékolás, az amikor a dugóban átsorog az ember. De hát akkor nagy feladat egy következő főpolgármesternek, egyszerűen például babakocsival járhatatlan a város. Tehát nem tudom, de tehát egy... Nincs handy. Tehát, hogyha nem alacsony padlós buszra szállok fel, akkor nekem vége. Tehát én nem tudok az agglomeráció, vagy nem is az agglomeráció, mert nem az agglomeráció, de Hévvel lehet bejönni tőlünk, és például Hévre hogy teszem fel a... Vagy akár az 56-os villamosra, vagy bármelyikre. Persze, ugyanez, igen, a villamos, meg a Hév, meg ezekre nem tudom feltenni a babakocsit, mert ráadásul nekünk ilyen dupla babakocsink van. Hát ez abszolút rá vagyok kényszerítve arra, hogy autóval menjek, az autóval pedig elindulok. Mindig dugó van, mindig van valami, hogy egyszerűen nem tudsz haladni, én ettől teljesen kivagyok, és igen, az emberek meg, ugye, én egyébként ennél sokkal rosszabb helyeket is láttam már a világban, ahol ennél rosszabbuk. Figyelj, nem biztos, hogy ebben versenyre akarsz szállni velem, de... Jó, igen, ez valószínű, de hogy alapvetően azért így mindig van egy ilyen alapvető tahóság. Igen, viszont én konkrétan arra akarok kitérni, mondanám, hogy a 444 írta, de nem, mert a Szili Laci írta, ő meg azért, hogy mondjam, a 444-en felülál ilyen igen. Szempontból. Nem, mintha kedvelném őt politikailag, de a cikkein tudok nevetni. És ez nálam már kimondottan is itt a Kern Andrásnak a parkolási statisztikáját próbálják így csiszolgatni, nem túl jó irányba. Budapest egyik legendás színésze, rendező, énekese és rebellis parkolója csütörtökön elment bevásárolni. Vele vásárolt olvasunk, Ubul. Ő csinálta az alábbi fotót, amit annyival kommentált, hogy Kern András tegnap beugrott a kulinárisba. Kicsit messzebb volt pár szabályos hely is, de az nem, de a név kötelez, írja Szili Laci. Ugye Kern megint hülyén parkolt, és úgy látom, a 444-nek ez a Kern Andrásos parkolás, ez egy ilyen visszatérő veszély. Ez a 444 LMBTQ-ja. De amúgy milyen hihetetlen, nem? Hogy már nem tudsz csak úgy leparkolni szarul a városon, mert azonnal feljelentenek, nem? Ez... Igen, mert nem is lehet simán szarul. Jó, de mondjuk igen. Egy Toyota Supra-ja van, ha jól tudom. Jó, elég feltűnő. Igen, ez egy olyan, hogy erről tudod, hogy ez a Kern. A sportkocsik között az egy ritka autó. Figyelj, én nagyon szeretem azokat az autókat, meg ezeket, de az egy ritka darab, azt kevesen. Legalább van ízlés, és én ezt elismerem neki. Parkolás terén nincs, viszont most ugye nézzük meg azt, hogy zavar-e bárkinek, hogy ott áll meg, míg beugrik a boltba? Lehet, hogy ő így lázad a dugók és a parkolás ellen. Én nem tudom amúgy, szerintem ez egy... Egyébként ezzel nekem annyira durván nem volt. Nem, nekem egy kicsit olyan rock and roll volt, hogy azt mondja, hogy jó, szarok bele, hát akkor is ide fog megállni. És még az elakadás jelzőt sem kapcsolta be. Semmi, csak feltette a kocsit, azt kiszállt és elment bevásárolni, kész. Hát úgy, te megállnál így? Mert én nem. Így, jó. Szili Laci jól mondta, az ilyen átlagos lajosok, ezt csak messziről nézik, eszükben nem mernek ilyet csinálni. Mondjuk úgy, hogy parkoltam már hülyén, míg beugrottam valahová, megértem, meg kurva anyáztak is, világos, ezt is elfogadom, de azért a Kernféle, még a Kernféle parkolással sem lenne akkora probléma. Láttam már, hogy felhajta, tehát kereszteződésben állunk, és éppen balról, bocsánat, így ahogy nézel, akkor jobbról halad a forgalom. És a tag mögülön fogta, felhajtott a járdára, keresztül ment a járdán, és így be abban a forgalomban még pont is elment arra, hogy nem várt. Tehát ilyen van, ez csak az, hogy miben a Kern csinálja, ezért feltűnő. Jó, de hogy ugye az van, hogy szerintem egy olyan skálán kell megnézni, hogy a veszélyességi skálán mennyire van ez ja, ez amúgy leszarom. De nem, hogy azt gondolom, hogyha valakinek a testi épségét veszélyezteti ezzel, akkor az netszett, olyat ne csináljunk meg, tudod, ezek az ilyen, tényleg olyan manőverezések vannak néha, hogyha ott véletlen egy biciklis, vagy véletlen igen, egy gyalogos, persze. Vagy véletlen valakit elüt, azért az gáz, de hogy most az, hogy feláll és ott leparkol, hát én nem mernék leparkolni így. De mert hogy... mit csinálnak veled? Lefotóznak, érted? Amúgy gondolom, hogy ez büntetendő, nem? Hát, kapsz egy kerékbilincset. Nem, hát amúgy erre van egy ilyen elmélet, hogy például, hogyha nálam a buszsáv az ilyen. Na a buszsáv, jó, hát ez... Figyelj! Hogyha nagyon sietsz, akkor tudsz buszsáv bérletet váltani. Abszolút, ez szerintem ez abszolút. De ugye miért? Miért? Mennyi szar buszsáv van Budapesten? Hát ha Bajcsin mész, most már nagyjából jobb a helyzet, de alapvetően ez még mindig egy olyan, hogy
De nem, mert hogyha a Bajcsin mész végig, és ott a Deák térre mész, akkor a Deák térre az Andrássyról, a nem tudom melyik utca, a Duna felől, a Bajcsiról, és még egy harmadik utcából is csatlakoznak, tehát hogy négy kétsávos út megy egy kétsávosba. Tehát ez nevetség. Szürreális, igen, nem járhatatlan a városa miatt, és alapvetően nem biztos, hogy van szükség ott buszsávra, ahol egyébként például lehetne metróval menni. Tehát hogyha én nagyon gyorsan akarok haladni, akkor igazából a metróra is fel tudok szállni, ami ugye ott megy, megint csak alatta, és szerintem ezek így annyira nincsenek, tehát hogy sokkal gyorsítaná a forgalmat, ha nem lenne buszsáv, de mindegy, ezeknek már azért saját, én teljesen kivagyok. Hát hogy a buszsáv az abszolút egy olyan, hogy opcionálisan mennyire sietek, attól függ, akkor igen. És amikor középen volt a buszsáv, két szélen meg az autósáv, és a szemem láttára sodort el a busz az egyik nőci tükrét, hallott. Hát ilyet, hát vicc az egész, hallott, hol van ilyen? De pontosan ez, amikor a veszélyességi foka van annak, hogy hogyan vezetsz. És ezzel mondom, hogy rákötnék, mert rákötök a következő témára, itt a Tahó közlekedés, a Tahó parkoláson túl, megcseréltük mindig. A lényeg az, hogy ez most egy videó volt, amit megnéztünk. Igen, igazából annyi, hogy a tag, a Porsche is az bújt kifelé, előzött, de érted, hogyha előz a Porsche, hát engedd el, amúgy is a izésávban vagy a gyorsítósávban, és a Fordnak hirtelen, én most a Fordot fogom leszidni, mert a Porsche kerülget, az oké, okay, az kevesebb veszélyt okoz. Jó, ez meg ilyen büntetésből, nem, hogy így ment utána, vagy legalábbis, hát hogy így... Leszorította a korlát mellől, hát megcsinálják, az önérzetes kis lator, halad, erre ezt tudom mondani, mert egy szappant, én értem, hogy most a Porsche nyomod, és megmutatod a Fordot. Jó, de azt én is utálom, hogyha mondjuk autópályán megyek, egyébként... Hát hogy ne utálom? Ki akarok előzni valakit, és oké, hogy mögöttem egy... mit tudom, mondjuk egy ilyen Porsche kaliberű, sokkal gyorsabb autó jön, és akkor izomból elkezd villogni, pedig tényleg nem órákat akartam eltölteni, hanem csak annyi, hogy amíg az előttem lévőt kielőzöm, és amúgy az ilyet én azt gyűlölöm, tehát az minek kezd el rám villogni, és olyankor nekem is, igen, megfordul a fejembe, hogy akkor anyád, vizébb. Jó, amikor olyan helyen jártam, nem Magyarországon volt, ahol szabályosan lehetett menni, ott én is nyilván kikerültem, akik lassan mentek, de ettől függetlenül nem, ez a villogás nem szerint. Ez olyan proli kultúra, hogy villogsz, én gyűlölöm az, amikor, mert szerintem senki nem időtöltésből, meg ilyen viccből van a belső sávban, tehát hogy szerintem az biztos, mert most például autópályáról beszélt, igen, hogy, igen. Hát, hogy nem azért vagy ott, mert hogy, hát itt akkor jól érzem magam, mert hogyha ilyen van, akkor oké, akkor te abszolút megértem, de az, amikor tényleg így látja, hogy csak annyi, hogy ki akarod előzni, és az is jön, és 200, és akkor villogtat mögött, és na, az nekem is megfordul a fejembe, hogy milyen válogatott módon lehetne valamit úgy visszavágni, nyilván nem, meg nem kell. Tehát, hogy szerintem ilyenbe belemenni az abszolút hülyeség, engedd el, és akkor utána puffogjon az ember magában. Igen, ez velem is megtörtént, amikor lámpánál úgy érkeztem, hogy tehát mire én odaértem a lámpához, már zöldre váltott, és úgy mentem magamnak, hogy meg sem kellett állnom. Viszont a középső sávban lévő BMW-s, egy nagy ilyen, nagy BMW, tudod? Egy X sokadik, és akkor az volt, hogy bementem így elé, mert nekem a középső sáv át kellett csinálni, és akkor fogta, izomból rányomta, kikerült, és bejöttem, mondom, jó, okay. De én, jó. Jó, igen, de hogy tényleg az van, hogy, és akkor most nem akarok én a magyar néplélekbe belemenni, de hogy ott vagy egy szar nap után, akkor tudod, már lecseszett a főnököd, már amit tudom én, otthon összevesztél a feleségeddel, amit tudom én, a gyerekek is idióta fészék, most csak egy átlag magyar problémáit mondom, és akkor igen. Ott vagy már abban, és akkor ez az én utolsó után idegszál, hogy ez a barom meg még tényleg még jön, és akkor csak azért is, én meg tudom érteni, hogy néha ilyenkor az embernek eldurran. Én meg tudom érteni, és most nem azért akarom ezt, hogy vitatkozzak veled, és hogy, de hogy tényleg, hogy szerintem van ilyen, hogy akkor ez már a századik ilyen barom volt, és akkor miért kell még vezetés közben is?
én amúgy dühösen, nem vezetek dühösen, higgadtan vezetek, utálom azt, amikor akadályozzák az én forgalmat, azért mondjuk, mert bambák például. Tehát én ezt nem szeretem, ezt már beszéltük, mert amikor úgy hajtanék ki az utcából, hogy mennék, és akkor ott a járda, ott a zebra, és akkor az út közepén andalog és nézed, hogy hová menjen, vagy amikor nem úgy fordul, és ezért le akar, tehát fél tegnap parkolok, és akkor ugye be akarok tolatni valaki mögé. És a szerencsétlen hülye az nem várja meg, hogy én betolassak mögé, hanem mikor már beálltam mellé, hogy tolassak, ő akkor elkezd már kifelé bújni. Miért? Miért csinálom ezt? Nem, türelmetlenek, igen. Miért? Másik, na figyelj, hipotetikus helyzet, nagyon gyakran előfordul, arra szólsz a dugóban, melletted buszsáv, de nem hajtasz át, te mész szépen lassan, elérkezel már majd, hogy nem a lámpáig, amikor melletted mondjuk egy BMW-s, igen, 200-zal megjön a buszsávba, és beindexel, beengeded magad elé? Tehát, hogy te már 40 perc állsz a dugóban, te végigálltad az egészet, ez az idióta meg eljön itt tényleg 2 perc alatt, és akkor tényleg akkor beengeded? Nem, én is ideges vagyok. Nem engedem be, és a taxis sem engedem be, és hogyha egy szar, ilyen 300.000 forintos autóm lenne, vagy valami lovaskocsim, még azt is megkockáztam, inkább jöjjön nekem, nem engedem be. Ilyen szempontból egy paraszt vagyok. De ezt mondom, na de hogy az előző szín, érted? Tehát, hogy az... Nem, én nem tartom azonosnak, mert itt 10-zel megyünk, ott meg 100-zal. Tehát nem azonos a szituáció. Engem az ilyen apró kis helyzetek úgy fel tudnak bosszantani, hogy tényleg, hogy nekem már az egész napom rossz volt, és akkor erre még a dugóban is állok, és akkor valami barom még sokkal gyorsabban megtette azt a távot, mint én. És még BMW-je is van. És az utolsó utáni száll. Nem, hát amúgy a buszsáv bérlet az egy teljesen jó dolog amúgy, hogyha van buszsáv. Ja, persze, hogy... ameddig te használod. Ne, így értettem, tehát hogy figyelj, hogyha kiszámolod azt, hogy mondjuk fél évente egyszer kapnak el 30.000 forintért, de mennyi időt megspórolsz, akkor úgymond 30.000 forintért vettél magadnak egy fél évre buszsáv bérletet. Ez kb. Ki tud jönni, érted? Persze, abszolút, de senkit nem biztatunk erre, nem? Nem, én csak mondom, hogy ilyen, ez hipotetikus. A múltkor így jártam egyébként, most én ezen a helyzeten húztam, azért vagyok ilyen ideges ettől, mert tényleg ez volt, hogy én megyek, a Komjádi úszodánál mentem a Margit híd fele, tényleg rohadt lassan, nem tudom, mi történt, rohadt lassan. Ott van ugye a buszsáv, ami... hogyha lekanyarodsz, akkor mehetsz a buszában, de ha nem kanyarodsz le, akkor nem. És ott van a lámpánál egy kamera, ami figyeli mindig, hogy kiment a buszában szabálytalanul. És akkor jött mellettem a csávó, de tényleg én 40 perce ültem a dugóban. Tudom, arra lakom, ismerem. Száguld mellettem a kocsival, és be akart elém vágni, hiszen már nem sokára jött a lámpa, és ő ugye jogtalanul használta a buszávat. És hát ugye miután a dugóban ültünk, hát telefonoztam, és nem tudom, nem figyeltem. És akkor nem láttam, hogy ő felsége be akart elém hajtani, és véletlen egy métert haladtam előre a kocsimmal, és akkor teljes lehúzta az ablakot, lekiabálta a fejemet, hogy én mennyire nem vagyok korrekt, miért kell telefonozni, és nem tudom beengedni, és miközben egyébként ő közlekedett szabálytalanul, tehát ugye nyilván azért volt ideges, és úgy felhúztam rajta magam, hogy nem engedtem be végül. Nem. Tehát, hogy bocs, nálam ez az, ahol milyen a BEMRA part, nem BEM tér felé van, ahol ott az egyik sáv kanyarodik, a másik pedig előre megy. Ott is a kanyarodóban gyorsan végigszem, és akkor nem engedlek be. Ha ott állsz, tehát nem engedlek be. Igen. Na jó, szerintem kidühöntük magunkat abszolút. Igen, de ezen van is mit. Ezen van is mit. Utálok Budapesten közlekedni. Nyilván ez nem verseny, de egyszer úgy megnéznének, hogy ukrajnai közlekedésben annyira imádnám. Ja, köszi. Nem, tehát ott ugye az elsőbbség... Ott nem mernék, ott beengedném. Nem, az elsőbbségadás Ukrajnában tök egyszerűen megoldva. Nincs jobbkész szabály, felméred a kb. A terepet, akinek drágább autója van, annak van elsőbbség. Ja, ez ennyi, és ez tiszta. Na, de most annyira ilyen társadalmi témákat veszünk elő, egyszerűen nem is értem, nem is politizom. Van egy másik kedvencem még, és most hezitálok. Én átugranék inkább erre a randizósra, mert ez szerintem szórakoztatóbb. Mint a Melissa Weaver. Jó. Úgyhogy itt nem is a sztori a lényeg, hanem az, hogy az Index megírt, nem az a lényeg, de azért nézzük a háttérre. Az Index ugye megírta, hogy egy 52 éves férfi naponta 4 órát tölt randi appokon, mégis azonban romokban van a szerelmi élete. Na most alapvetően nem a Tinderen kéne igaz szerelmet keresni, de ez az én szubjektív véleményem.
ez lehet, ebbe vitába szállnék vele. Szájvitába, de jó, a Tinderen, ez a Tinderen igaz szerelmet keresni. Nem kell megnevezni. Tehát nem csak a Tinderről elszól, mert van még, nem tudom, 30 más. Világos, én konkrétan a Tindert emelem ki, az olyan, mintha Morrisonsban keresnél a feleséget. Oké, jó, de ez így indult, hogy... Vagy a West Endben egy báli ruhát. Hogy egy szextárs kereső, ugye... Nem, az rendes társkereső, csak szextárskereső lett. Nem, ez így indult el? Azért ez volt a szlogenje, hogy gyorsan alkalmi partnert, hogyha akarsz találjál, és akkor ebből fejlődött egyébként rendes társkereső, mert nagyon sokan arra használják, hogy hosszú kapcsolatot próbálnak megkeresni. Hát ez így volt beharangozva, még ilyen, nem tudom, 2012-3 környéken indulhatott, vagy 4. Hát jó, az nagyon régen volt. Vagy 4, valami ilyesmi. Én még emlékszem is rá, de mindegy, de nem ez a lényeg, hanem hogy alapvetően, ha már van egy ilyen lehetőség az embereknek, hogy online, hiszen tényleg nem mindenki él olyan pezsgő életet, hogy azzal most, érted? És nem tudom, én így azt látom, hogy annyira azért az emberek nem mernek egymást leszólítani az utcán, vagy most a közérben. Egyébként meg is ijednének, hogyha, vagy nem, tehát én azért most odajön hozzád valaki a közérben, szia! Hello, nagyon jól nézel ki, tetszel. Gyere be a mosóporok mögé. Abszolút. A 32-es és a 40-es sor között találkozunk. Nem, abszolút nem. Én azt hinném, két dolgot hinnék, hogy csapda, mármint úgy értem, hogy lent a szoknyája alatt csapda, vagy hogy amúgy csapda. Tehát nem hinném ezt, és nem azért, mert nem vagyok elég egoista ahhoz, hogy jóképűnek tartsam magam, vagy nem hiszem azt, hogy... Igen, ez a lesütött szem, ez mind... Na jó. Én gondolkoztam, akkor a következő hozzáfűzni valamon. Igen. Szóval nem azért, mert, hanem azért, mert alapból ugye ilyet nem csinálunk, nincs benne a szokásokban, és szerintem ez nem, én a randi appokkal nem mondom azt, hogy rossz dolgok, én támogatom ezt a randi appozást, de nekem ezzel nincsen probléma, csak alapvetően nem mindegyik, mondom, mint a punch.hu-n, ahol keresik az igaz szerelmet. Jó, oké, tehát hogy az, de nem is... Jó. Általában nem arról szoktak panaszkodni. Én nem nagyon láttam még arról panasz, de hogy érted, hogy alapvetően, hogy én megértem, meg tényleg nagyon sokan nem járnak sehova, otthon vannak, és akkor ott hol ismerkednének? Vagy munkában, vagy a munkában. Jó, de munkában, de hogy a munkában nem, nincsen kivel. Nincs idő, hanem hogy muszáj randi appokat. Én ezt támogatom, persze. Én azért mondom, hogy szerintem, na igen, de folytassuk azt. Nem, ennyi amúgy. Amúgy egy tök jó társkeresőtetet olvastam valahol, hogy a Google keresési előzményekből az alapján társkeresés. Jézus. Meg ugye mindenki az alapján, hogy ki mit szeret, szeretem a cicákat, az utazást. Nem. Az alapján, hogy ki mit utál. Ja, a igen. Közös gyűlölködéstől nincs édesem. Igen, egyébként ez sokan próbálkoztak olyan társkeresőkkel, hogy akkor mit tudom én, egy ilyen quizt kellett kitöltened, hogy nagyjából, hogy annál mélyebb legyen a rólad felállított profil, mint amiket átlagban meg szoktak adni az emberek. Ugye általában a férfiak a magasságukról hazudnak, a nők pedig a súlyukra, hogy van egy ilyen általános sztereotípia, teljesen értetlen. Ugye, Ádám, teljesen hazudnál. És soha nem hazudtam még a súlyomról. A magasságomról sem. 1,95 vagyok. Várj. Szóval volt ilyen, hogy ilyen teszteket kellett kitölteni, és hogy az alapján a hozzád legjobban passzoló párokat dobtak, és egyébként ez fejben egy tök jól működő igen, ötlet. Igen, mert ugye és... alapvetően nem magadat, nem ilyen self-identified. Igen, hanem hogy ilyen kérdéseket tettek fel, és akkor ők az alapján tettek össze, de hogy ez egy ilyen faramúci helyzet, mert hogy alapvetően az, hogy végül kivel lesz kémia, azt nem tudod. Nem ezen múlik. Ez pont ez, amit az ilyen online világból nem tudsz kikövetkeztetni. Viszont én megragadnám az alkalmat. És csinálunk egy társkeresőt? Nem, én randi tippeket akarok most adni. Na. Nem. Fölírtam magamnak egy fára. Figyelek. Majd pontozod őket. Ja. Ha igazán fontos neked egy lány, minden reggel írd meg neki, hogy jó reggelt. Este ugyanez, csak ugye, jó estét. Ebből fogja tudni, hogy törődsz vele. Igen, nem pedig pszichopata vagy. Ha nem ír vissza egy üzenetre, az biztos... De várjál, hogyha csak ennyi a kommunikáció, hogy jó reggelt, és te ugyanezt megírod, hogy jó estét, nem, és nem, közben nem jó éjszakát, meg ilyenek. Most jön a következő. Ha nem ír vissza az üzenetedre, az biztos azért van, mert nem látta. Ír neki újra. Ha sokadszorra sem, lehet, hogy elhagyta a kontaktlencsét, és rövid látó. Csupa nagybetűvel írd a következőt. Ha randizni mentek, akkor ugye törődj az, hogy ő a lány jól érezze magát, ezért hagyd, hogy ő válassza ki a helyet. Sőt, kérd, hogy ő döntse el, hogy hová menjetek. Imádják a lányok. A nők ugye alapvetően érzelmi lények.
Légy te is érzelmes. Oszd meg őszintén minden gondolatodat vele, minden érzésed, a legapróbbat. Hidd el, ezt a fajta érzelmi bátorságot értékelni fogja. Ha egy kicsit sírsz, az még jobban. Jó? Ha eljutsz odáig, hogy megcsókolnád, ne támadd le egy csókkal, ilyen csak a filmekben van. Fontos, hogy kérdeznek, hogy megcsókolhatod-e. Abszolút. Ez nagyon beindítja. Ezt imádják. És a pro tip, amit igazán csak a hardcore Yu-Gi-Oh játékosok tudnak végig tolni, vedd magad körbe lúzerekkel. Mert ugye minél több lúzer haverod van, annál jobbnak fogsz tűnni a szemében. Hogyha tőled jobb vagy azonos kaliberű haverjaid vannak, azt hozzászokod, hogy akár megtetszik neki valamelyik. Egyébként ez, hogyha lakatlan szigeten vagyunk, akkor ez egy abszolút... De ez tényleg, mert akkor tényleg az van, hogy az ember az egyetlen potenciális. Jó, mielőtt még bárki komolyan menni, soha az életben ne csináljatok ilyet. Az a legrosszabb amúgy ez az irogatós. Én emlékszem, hogy ha volt valami, ami valaha kiábrándított, az az, hogy ír valaki egy üzenetet, és nincs olyan, én ezt itt mondom mindenkinek, nincs olyan, hogy a másik azt ne látja. Ma már nincs annyira olyan. A telefonnal kellünk, fekszünk, mindenhol ott van, tessék, mindenket tudni, itt van most is. Ha kapsz egy üzenetet, azt látod. Értesítésekben lehúzod, megnézel, maximum és ignorálod. Azért nem válaszolsz rá, mert most nem érsz rá, van valami dolgod, de mondjuk akarsz rá válaszolni. Nem kell még egyszer írni. Ne írjál még ne, egyszer, hogy... Soha ne double-text-elj. Ne. Nem kell. Majd válaszol, hogyha úgy alakul. Ha meg nem akar úgy, ha meg nem úgy alakul, akkor hagyd. Akkor enged, így van, mert akkor annak semmi értelme. Én ezt sose értettem, hogy akkor... És akkor még direkt meg se szoktam nyitni, pont azért, hogyha belépek a messengerbe, akkor lássam, hogy melyik azok, amik mire kell válaszolni. Igen, normális ember így csinálja. Amúgy én is ezt csinálom, hogy valami üzenet, amit ilyen 3 nap után válaszolok rá. Nem azért, mert nem akarok, nincs rá időm, tényleg más csinálok. Vagy éppen úgy priorizálod, hogy az nem egy SOS kérdés, hogy akkor jó, erre majd válaszolsz, ha van időd. De hogy, és akkor ilyenkor valaki ilyen erőszakosan, és amikor valaki saját magával beszélget a beszélgetésben, az onnál rosszabb nincsen. Nem, az nem, ez nem jó, és akkor ilyen, még van egy csomó ilyen creepy dolog, amit így felsorolni sem tudsz, de tényleg, tehát ez a needy, nem tudom, erre a magyar kifejezés, ez a double texting, meg ezek, ez nem jó irány, és itt van az 52 éves férfi, most mondanám, hogy bácsi, de vannak 52 éves barátaim, akiket tegezek, úgyhogy inkább nem mondom, de a lényeg az, hogy most... Ja, Jesse, ő több is, nem? Én ilyet nem. 62, hogy nem, mennyi ő? Jó. Örihari. Na, a lényeg az, hogy nyilván ahogy te is van azon, és mondjuk, hogy működik a kémia két ember között. Abszolút, meg egyébként a dinamika az is, tehát ez is, hogy de hogy ez szerintem az írás. Ezen annyi minden el tud csúszni, nem? Hogyha valaki idegesít már írásban, akkor azt mondom, hogy idegesíteni fog a való életben is. Tessék, itt egy jó tép. És erre van még nekem a kedvencem ilyen szempontból a kuró lájkok. Amikor hajnali 2-kor tök random fotókat belájkolsz egy lánynál. Szerintem a szörnyű. Ez szörnyű, és a kifejezés is az, de ettől függően egy szórakoztató jelenség. És van még egy nagyon jó, vagy hát nagyon jó, ez az életemben meritek, hogy ugye mostanában, mondjuk, amióta gyerekem van, azóta előfordul, hogy én 5 órakor már ébrem, vagy hogy 5:30-kor, mert valahogy akkor indul a nap, akinek kisgyereke van, azt tudja, azok olyankor már 5:30-kor, az már induljunk Jézusom. Neki, kezdődjön a játék. Mindegy, vannak olyan ismerőseim, például szombat vagy vasárnap hajnalban, akik meg ilyenkor mennek még haza buliból, és akkor nem egyszer kaptam már ilyen üzenetet, hogy mondtam még ébren. Igen. Jó, hát... Nem is lehet, milyen jó reakció. Ugye én általában vasárnap este szoktam készülni a hétfői, meg az egész heti tervem, hogy összeírom, hogy mit fogok csinálni, és akkor kreatív munkával belenyúlik az, hogy hajnal ilyen, na tippeld meg. Na igen, nem na. Tudom, 3-4. 3-4-5, igen. Jó, és akkor, de annyira belekreatívosodom, hogy egyszerűen nem állok le, és írok, meg mindent csinálok, és akkor ugyanez, hogy még ébren vagy. Hát, az, persze. De mindegy, hagyjuk, nem? Meg a kedvencem az, amikor reggel 6-kor ír rám valaki, és nem tudom, miért voltam, mert te már ilyen korán felkeltél, az persze. Igen. Hát én viszont igen. Jó, hát nálunk ez máshogy működik, de itt eltelt már több mint 40 perc. Vége. Nem beszéltünk nem. Magyar Péterről! Én nem vagyok hajlandó. Pedig lett volna miről, mert most is, de nem, már 3-szor kimondtam. Nézzétek meg azt a nagyon jó klubrádiós interjút szerintem, én ajánlom. A Spinoza házas is. Az is nagyon jó. Az is jó. Igen, hogyha valaki szeretne vele foglalkozni, akkor nézze meg ezeket. Mi nem foglalkozunk vele. Várj, meg lesz mondva, hogy ki van adva parancsba, ne foglalkozzunk vele.
Nem csak én is unom már. Hát már mindenki unja, lássunk már valamit, mutass valamit. Na, ennyi volt. Menjünk szerintem pihenni, mert itt még hosszú lesz. Most kedd van, pénteken kerül ki az adás, és nem tudom, hogy mit hoz, nem tudom, hogy mit hoz még a hét, de remélem, hogy aktuálisak maradunk, főleg a randi tippekkel. Abszolút. Na, sziasztok! Ennyi volt. Pá!